Halló mindenkinek, én Attila vagyok, és már egy újabb Attila vs. Kitty videó lesz, vagyis nem másra, mint... Kittyvel! Húha, ez aztán belépő volt a javakból. Na szóval a Kittyvel lesz most egy újabb Attila vs. Kitty videó, és ez már eléggé régen volt, és egy kihívást fogunk megcsinálni, amit Ineznél láttam, és ha jól tudom, az a neve, hogy a tojás orosz rulett kihívás, és mi ennek a lényege, Kitty, hogy idehozom a tojásokat. Sőt, nagyon nem kell hoznom. Kell feltenni egymásnak kérdést, és aki nem tudja rá a választ, az a lényeg az, hogy magunkról teszünk fel a másiknak kérdéseket, és hogyha nem tud erre válaszolni az adott személy, akkor meg büntetés jár, vagyis... Tojást kell széttörni a fején. Igen, és szóval van 8 tojásunk, ebből 4 főtt, 4 pedig... Fejlőtt mondjuk. Sima. Hát nyers, azt úgy mondják, szóval 4 pedig nyers. És így verleszen ki kell húzni az adott illetőek, vagy még nem tudjuk, lehet a másik fogja széttörni a fején, elvetlen kidobtam. Szóval lehet, hogy a másik fogja széttörni a fején, és ja, igazából ez egy vicces kihívás, ez csak a munka kedvencsém, mert én baromira nevettem az a videón, és nem azért csináljuk, hogy mi most pazarolunk a tojással, és tudom, hogy Afrikában már máshol éheznek, mi csak azért csináljuk azt, hogy szórakoztassunk titeket, meg szerintünk is vicces, és nem azért, hogy pazaroljunk, és ja, te akarsz én majd mondani? Te édes rávenel, hogy kit kell majd írtani a felvételét. És ja, kezdjük is el! Kezdjük itt el. És majd el fölött a tányér fölött törjük szét, na tedd a kérdést. Hány évesen estem le először a lóról? De te már estél le lóról? Háromszor. Mi? De te jártad, tudsz lovagolni? Bunkó. Hát szerintem először 8 évesen. Nem. Akkor kezdtem... Akkor 9. Nem, már nem tippeltek. Akkor 10? Nem. 10,5? Nem. 11? Igen. Átaláltam. De nem találtad el. Na szóval, mutass rá egyre. Mutass rá. Ez. Becsukodsz. Nyisd ki. Meg vagy. Most törjem össze a fejemet. Igen. De ne legyen minden olyan lehető. Oké, akkor így töröm. Ez tök kec ijesztő. Ez ijesztő. De gyere már! Én már tök akarom. Nyers volt. Oké, okay, ez föld, de ez föld tojás. Igazából ez eléggé nehéz, ugyanis nem gondoltam ki előre kérdéseket, erre nem gondoltam. De akkor kérdezem azt, hogy mi volt, valami könnyűt kérdezek először, mi volt régen a kedvenc színem, és mi most a kedvenc színem? Régen a kedvenc színed a piros volt. Igen, az jó, de mi most? A fekete. Nem. Kék. Igen, de nem első, ez már kész, ez már bukta. Csukd be a szemed, én így megkeverem, és válasz ki egyet, és egyből tört ezt a fejedet. Így, érj hozzá. De adod azt a izét. Itt van, mindenki lássa. Jó, mi? Az. Jó, hát előbb válasz ki egyet. Oké, okay, és most ezt egyből tört szét a fejedet. Oda... Hezitálás, habotálás nélkül. Mi van? Mi van? Ez nagyon fájt! Erősen baszd oda. De Ati, nem erőből. Akarok egy rázkódást kapni. Te is erőből baszd. Majd én oda töröm. Nem törik össze. Majd én oda töröm. Nem törik össze. Majd én összetöröm. Hadd törjük össze, Kitty! Addig nem mész, amíg össze nem törjük ezt a kibaszott tojást a fejedre. Nem, Adi, de... Ez most főt vagy nyers? Ez egy főt! Nem érdekel, hadd törjem össze! Nem! Jó, nem törik sajnos össze, ez egy főt volt. Bunko! Na, már ne csókolgass engem! Mi volt az első könyv, amit olvastam? De nem végig. Na? Az Obsidian. Mi? Nem. Akkor mi? Az a... Mi? Valami az... Még te se tudod! Nem, az a hercegnő. Milyen hercegnő? Milyen az hercegnő? A hercegnő, az a... Mi? Ez most te vagy csak most találod nem, ki? Az a megkapottól. Ja, nevelt a hercegnő. Igen. Ja, jó, oké. Okay. Oké, okay, akkor húzok. Na, én is megkeverem, hé! Mi a hangja volt? Ugye nem folyt le. Fúj. Belenyúltam. A következő kérdésem az lenne hozzád, édes kislányom, hogy kiskoromban mi akartam lenni, hogyha nagy leszek? Amikor te még nem születtél meg. Hát akkor én azt honnan tudjam? Nem érdekel, meg kellett volna kérdezned. Na, mindenki állatorvos akart. Mi? Én soha nem akartam állatorvos lenni, én színész szerettem volna lenni. Csukd be a szemed, megkeverem és egyből töröd, és ilyen teljes erőből szól, úgy mint tényleg.
Kitty, ne beszélj csúnyán, hogy fogd és tört. Erősen. Ez megint nem törik. Ez megint egy fölt volt, úgy látszik a nyers tojás is szar, és a fölt is szar, mert a te agyrázkódást kapsz. Hát csak 4 tojás maradt, és most harmadik kör. Én is, hogy mi akartam lenni régen. Mindig mondtam neked azt, hogy... De hány éves korodban azt is határozzad meg, én is megmondtam. Nagyon kicsin. Legkisebben, legelőször mi akartál lenni motorversenyző. Ezt tudtam. Akkor most én töröm össze megint a te fejedem, hogy most nem. Hogy most ilyenkor nem, ilyenkor nincs. Nem. De hogy nincs! Nem. De azt hiszem, mert 4 kör legyen, és hogyha nem tudod, akkor most a te fejeden töröm. De én kérdeztem tőled, de én nem, most én kihúzok és összetöröm. Nem. De? Nem! Erről nem beszéltünk! Nem! Ez új szabad! Nem! Tegyél fel új kérdést! Te! Akkor most én jövök? Igen. Akkor Kittikem, a következő kérdésem hozzád az lenne, hogy... gondolkoznom kell. Tudom-e, milyen... nem, az nem a jó. Azt akarom megkérdezni, hogy mi az a ruhadarab, amit régen nagyon szerettem hordani, de mostanában már nem annyira. Sál. Mi? Nem is hordtam nagyon soha sálat, nem az ing. Tudod, régen mindig ingbe jártam. Igen. Nem is emlékszek. Hát én mindig volt ilyen fehér, ilyen kockás juta. Az én! Nem lehet kézzel összetörni? Nem, de ez is megint fölt. Nem, ez rendes. Na törd össze. És ez szaros. Hát kicsit kaszos a tojás, és fárba meg. Oh! Oh. Itt van, bazd meg, szép törtem. Azt mondtad, hogy nem lettem túl jól olyan, ugye? Nem, egyetlen nem. Ah! Olyan lettem? Mi volt Obi-ban jelen? Kamilla virág. Nem. De. Nem. De Kamilla virág volt. Na, akkor most én jövök. Itt egy fajszára. És azt, hogy mi volt nekem Obi-ban a jelen? Ez tök könnyű. Viper óra. Milyen? Viper... Olyan óra. Milyen óra? Olyan óra. Viper óra? Nem. Akkor mi? Beállítottam. De mi annak a neve? Becker óra. Jó, és mi volt a Buddy-ben a jelen? Azt se tudtam, hogy jártál te Bölibe. Na, mi a Böli? Jó a Böli bajánál. Már tudod, akkor jön a tojás. Domino. Mi? Nem, szívecske. Na, akkor most húzz egyet, csukd be a szemed. De most mi egyet kérdeztél, arra válaszolni. Csukd be a szemed. Tört. Hát, ez már megint meleg. Közepen. Hűs. Nem törik? Nem. Akkor Kitty kihúzta a utolsó főtt tojást, mi látszik, mert csak 2 nyers van, de jó. Van, oké, elhiszem, most mi szép. Most jön az utolsó kör, hogyha minden igaz, az 5. Mikor voltam beteg utoljára? Mi a fasz? Hát igazából te minden reggel beteg vagy, mert kb. Mindig fáj a hasad. De ez nem válasz. Hát Mikor voltam gastroenterológián? Micsoda? Gastroenterológián. Novemberben. Nem. Akkor decemberben. Nem. Akkor október. Nem. De most év vége fele. Nem, akkor januárban. Te se tudod, december mikor. Előtt. Hát de ezt mondtam, hogy december. Az november. Az nem tudtam? Már... Ja nem, december 2-án. Akkor tudtam. Nem, de azt mondtam először, hogy december. Nem, nem tudtad. De nem azt mondtam? Nem. Nem azt mondtad, Rákocsán. Gyers. 1, 2, 3, 4. Adi, bazd meg! Egész olyan lett! Én is olyan lettem, te! Nyami. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy mi volt, mikor kiskoromban a kedvenc mesém? Kiskorodban a kedvenc mesém. Aha, ez a kérdés. Tudom. Nem, tudom. Nem tudod. Az a... Nem. Anasztázia. Nem. Szépségi nem. Szépség. Nem. Akkor... Nem. Nem. A Herkules. Szóval itt tiéd az utolsó nyeremény. Elkibombálja minden egyes sikeristen. Na, bassz oda neki. És már. És csak jön. Fú, minden vannak folyik belőlem a tojáslé. Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszek nektek azt minden, hogy összetojásoztuk magunkat. Hiszen ez egy baromi vicces kihívás volt, szóval, hogyha valaki szeretné, akkor csinálja meg, és írjátok meg lent kommentbe, hogy legközelebb milyen kihívást, vagy mit csináljunk ebbe az Attila vs. Kittyben. Én Attila lettem volna. Én pedig Kitty! Ilyen, tettél egy tojást a földre, annyi meg fog ölni. Nézd most a kamerába! Ah, szia! Sziasztok! Sziasztok!